következő percekben gondolatban túra bakancsot húzunk, és Európa legkevésbé látogatott országába kalandozunk, illetve a közel-keletre is kitekintünk egy kicsit. Így van, Moldovába, illetve Irakba fogunk látogatni. Itt van velünk Mrs. Betsy, tudják, mert ugye beszéltünk már. Itt van velünk Barna Béla, a Csámborgó túra vezetője. Szia, köszöntünk sok szeretettel itt nálunk a stúdióba ismét. Sziasztok, köszöntöm a nézőket. Nem mondom, hogy olyan szép színed van, mert ez lehetne itthon a fűnyírástól is, ugye? Hát, ugye... <laughs> Na figyelj csak ide, akkor itt beszélgetünk egy pár mondatot. Moldova, Moldávia, mi a helyes, hogy mondjuk ezt helyesen? Hát, ha azt tudná valaki pontosan, tudósok között is megoszlik a vélemény, hogy Moldova vagy Moldávia. Ugye nehezíti a helyzetet, hogy a román államnak is van egy Kárpátokon keletebbre fekvő területe, amit Moldovának hívnak. Ugye ez egy inkább egy posztszovjet megnevezés, tehát hogy a, különbe, a beszarábiai részt, azt megkülönböztetik a romániai Moldovától, Moldáviaként. Tehát ez egy oroszosabb elnevezés. És van, aki ezt használja hagyományosan, akik ilyen iskolán nevelkedtek, vagy a régészek, vagy bárki. Más tudósok pedig ezt használják. Tehát, hogy én nem akarok ebben igazságot tenni, mert népharagzódúr rám. És igen. Milyen nyelveken beszélnek? Egyáltalán, milyen nyelven tudtátok megértetni magatokat? Megértetni? Milyen nyelven beszélnek? Ugye ez egy érdekes terület ez ugye a Szovjetuniónak egy köztársasága volt hosszú időn át, illetve orosz befolyás alatt volt. Próbáltak oroszosítani, ez például kimerül a ciril betűkben is, elkezdtek ciril betűsíteni, de a román nyelvet. Tehát amikor én először láttam egy moldáviai rockzenekarnak a klipjét, aki egyébként volt a művészetek völgyében is, hogy Bunadémi nyáca, és akkor betűztem a ciril betűket, és akkor nézem, de mondom, ez románul van tehát, hogy románul írnak civil betűkkel is, de most kezdenek latin betűsíteni, tehát, hogy több, több de román. De nyilván a Betelepített oroszok pedig a Szakadár köztársaságba, ott orosz a nyelv, tehát ott oroszul tudunk értekezni, orosz árucikkeket lehet venni, orosz csokikat hoztam. Igéljék csak és mi, mi az államforma, vagy mi, sima köztársaság. Sima köztársaság is van. Tehát amikor felbomlott ugye a Szovjetunió 91-ben, 91-től, ugye 15 független Igen, köztársaság, Ukrajna, Oroszország, Kazaksztán, tehát a Közép-Ázsia, illetve a Kaukázusi, Grúz, Azár, Örmény, itt ugye Romániától keletre, Ukrajnától délre, megalakult a Moldovai Köztársaság, vagy Moldáviai Köztársaság. És mennyire változatos egyébként a vallás, mert hogy ugye különböző kolostorokban is jártatok, ezekre mennyire jellemző mondjuk a túldíszítettség? Hát igen, itt ortodox, ortodox. a vallás, tehát hogy a keleti, görög keleti keresztények élnek, gyönyörű szép ikonosztázok, itt egérből ugye a rás templomhoz hasonló ikonosztázok találhatóak, és ugye ez az ortodox vallásúak lakják zömében egyrészt az orosz ajkú népesség is, de a román ajkú népesség is ortodox vallású, illetve hát élnek még különböző vallások, meg különböző népek, gagauzok, ugye van, próbáltak össze egy gagauz köztársasággal is, de az most már csak egy autonóm terület komorát környékén, tehát itt is egy ilyen török eredetű nép ortodox vallással, tehát egy nagyon érdekes kevertse ez itt a kelet-európai sztyepléknek, és ugye nekünk is van közünk hozzá, mert hát ez az etelköz. Igen. Hát egyre inkább igen. régen csak ugye történelmi forrásokból, most már azt mondják, hogy egyre több az utóbbi pár évben, egyébként most nagyon sok régésszel olvastam interjút, hogy biz, egyre inkább, egyre több bizonyíték, hogy igen, ez a mai Moldáviai, illetve tőle keletre Kárpátok keleti előterében a cseppék felé húzódó rész, ezt hívjuk etelköznek tulajdonképpen. Arról, arról jöttünk mi, ugye? Igen. Ez, ez, a biztos. Ez a, biztos, ez ez a, biztos, ez a biztos, hogy van. arra jöttünk. Oké, okay, ide, engem érdekelne az, hogy az úthálózat, az infrastruktúra, ugye csak azért kérdezem, mert hogy hajlamosak vagyunk különböző sztereotipikákkal élni, ugye, főleg a keletre, meg a, meg a szovjet, volt szovjet tagköztársaságokkal Igen. kapcsolatban élni. Látunk hatalmas fejlődéseket, mondjuk Azerbajdzsán tekintetében, de hogy itt mi a helyzet, hogy mennyire, mennyire épült ki, vagy mennyire hordozza még magába azt a, a régi szocialista kultúrát? Külön kell választani, van ugye egy, egy, egy moldovai köztársaság, amely ami, ami egy európai ország, Romániához hasonló, egy keleti szegényebb testvér, Aha. de tényleg azért sokáig Albániával versenyzett az Európa legszegényebb országa Aha. címért, vagy nem versenyzett, de benne volt tehát hogy nem, nem a világ fejlett régiójáról van szó, de azt gondolom, hogy annyira nem kell félni tőle, tehát hogy egy, egy nagyon kellemes, jók a, szerintem jók voltak az utak, jók a, az infrastruktúra, jók Aha. a szállások, tehát hogy, hogy nyilván van szegénység, nyilván az össztermék a az ölelő. országnak, nem sok minden van, szőlődombok között élnek, tehát ez egy hatalmas dombterület a Kárpátok előterében, a két folyó között, Egyébként híresek bortermelésben, de, de ki, nincs ásványkincsük kimagaslóan, a, a lakosság nagy része azért eléggé vendégmunkásként dolgozik, nyugaton sokszor. Aha. Tehát, hogy nagy az elvándorlás bizonyos területeken, de, de alapvetően egy kellemes helyen azt gondolom. Tehát, hogy, és persze nyilván a, a keleti részen ugye most van egy szakadár köztársaság, a, a nyeszteren túli köztársaság, Igen, ami, Igen, amit nem ismer el sem az ENSZ, sem az EU, de élnek ott oroszok, és egy Tiraspol egy, egy fővárossal, ahol rengeteg Leninszobor van, minden a... a, 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 a tulajdonképpen egy, egy, egy 30 évvel későbbi szovjet reliktum területet nézhetünk meg, a buszmegállók ilyen szocialista mozaik díszítéssel, tehát időutazni is lehet. Így, idő utazni lehet, így van, így van. Tehát én, én is azt éreztem, hogy 72, megyünk az Ánka vagy a táborba. Tehát, hogy igen. Említetted és, igen. a borászatot, ha jól tudom, nagyon fontos ágazat ott, mondjuk európai szinten is egyedülállónak mondható? Nem tudom, hogy kóstoltatok-e például borokat? Kóstoltunk. Én nem, nem annyira is, tehát én nem értek a borászathoz, azt szögezzük azért le, tehát egyszerű laikus ivóként lecik, e jó, jó boraik vannak, tehát régen egyetem alatt még többet. Keveset ismerünk, mert ugye az EU-n kívüli területről mm -hmm. van szó, és inkább a, a volt szovjet piacra, a volt orosz piacra mm -hmm. felé kacsingat, de, de a pinc, egyik legnagyobb pince ott van. Most nem, nem tettem fel képet, meg nem voltunk most éppen, de Európa egyik legnagyobb alapterületű pincészete, aki ilyen borbanként is funkcionál, tehát Putyintól a német a Angela Merkelig ott tartják a boraikat, tehát hogy ilyen bér, tehát a tárolást vállalnak. Tehát, hogy hatalmas pincészeteik vannak, és Viszonylag híresek, de mondom én a borhoz nem értek annyira. Na de akkor a gasztronómia, beszéljünk egy kicsit a gasztronómia. Van-e valami különlegessége ennek az országnak, vagy ö, ö, ugyanúgy teljesen hétköznapi, talán európaibb ö, ö, a konyhája mondjuk Hát én, én a, a európainak gondolom, igen. Ha, tehát, ha. Hogy nem, nem, most, nem nincs ilyen ízé, hogy, hogy ne így áll vizet, vagy ne egyél nem, 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 ér, tehát, hát, hogy... Ami itt keveredik, ugye itt a, a kelet-európa, vagy közép-európának a keleti részén, ugye a, a, az orosz hatás, tehát, ha. hogy ugye nyilván itt ez azt nem lehet elfelejteni, hogy fél évszázad Szovjetunió igen, alatt, igen, igen, igen. Vagy, vagy akár két évszázad orosz befolyás alatt, tehát a borst, a, tehát az orosz konyha is hatott rá, de ugye akkor a, a román konyha is, a balkán is kicsit, hiszen közel van már erre Isztambul, Bizánc, uh -huh. tehát hogy, hogy egy ilyen hármas ölelésben az európai konyha, egy kis orosz hatással és egy kis balkáni hatással, tehát így lehetne jellemezni. Egyébként egy, szerintem egy kiváló konyha, én szeretem mind a hármat. És mi lehet az oka annak, hogy ennyire elenyésző a turizmusa ennek az országnak? Jó kérdés. Hát klasszikus látnivalókkal valószínűleg nem annyira, tehát, hogy, tehát, bír, ez, ez így fura mindig kérdezni, mert valaki mondta, hogy nem menjek oda, mert nincs ott semmi. Tehát, hogy ö, megsértődnénk mi is, hogyha ugyanezt mondaná rá mondjuk egy, Párizsi, hogy nem Én egy Budapestre vagy, vagy Egerbe, mert most mi van itt, hát nem talál, van. Szóval, hogy ezzel, ezzel mindig óvatosan kell azt gondolom. De hát ez, ez egy szerencsétlen összeállás az időnek, meg a helyzeteknek, hogy, hogy tényleg van egy ilyen statisztika, hogy a világ melyik legkevésbé látogatott országai. Európában ez a legkevesebbet. Se turisták, tehát célén van, nincs, nincs brendelve, nincs még olyan jó a market, Most kezdik egyébként, van, van már mozgás, hogy hogy itt is elkezdik a, a turisztikai marketinget. És hogy lehet eljutni? Repülő közvetlen, vagy átszállás kell, vagy mennyire körülményes egyáltalán? Kell-e vízum például? Nem, nem, nem kell, kell semmi, semmi. tehát felszáll. Lehet, átszállásra egyszerű, ugye a tarom, vagy nem, nem, különböző légitársaságok, minőségi légitársaságokkal egy átszállással meg lehet oldani. Pár óra alatt ott vagyunk, de egyébként most egy fapados indított Budapestről közvetlen járatot is. Tehát én azt gondolom, hogy most kezd felfutni majd a magyarok körében, hogy, hogy ellátogassanak oda, mint új destináció Nosztalgiára vágy vágyna valaki, akkor akkor el tudod menni. És ugye nemrég a civilizáció bölcsőjében is jártál. Uh -huh. Erről mesélj egy kicsit. Igen. Ez egy másik terület, másik különlegesség. Irak volt ugye a fő úti célunk. Ugye a ötödikben tanuljuk, hogy Tigris és Eufrates, és hogy itt indult a civilizáció. Na hát ezt a vidéket fedeztük fel egy nagyobb csapattal. Úr, Urukvárosa, Babilon. És így tovább fel egészen Bagdad, ugye, meg a kurdisztáni hegyekig. Tehát ez is egy, egy, hát egy olyan ország, ugye ami úgy él az emberekben, hogy még mindig háború igen, van, iszlámállam van, de itt majd ugye, egy kollégám megelőzött, aki majd a következő beszélgetést, ő, ő járta ezt be először, és ő is volt tavaly, májusban és mind a ketten, vagy hát többen is, akik most visszajövünk onnan, arról számolunk be, hogy nagyon-nagyon kedvesek, és vendégszerető, és nagyon biztonságos. Tehát, hogy, hogy ugye mindig feszül egy a közben élő igen, kép, igen, igen, és igen, a, igen, igen, igen. a valóság. valóság között azért szokott feszülni, hogy nagyon rossz hely, de, de zseniálisan jó volt. De ugye egy ideig a lábukat se tehették be a turisták ide sem. Mondjuk azóta mennyire növekedett meg a turizmus? Hogyan? Hát ez a megnövekedett, tehát nem találkoztunk másik csoporttal. Csoport. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem növekedett meg de hiszen azért a tömegturizmus ezt elkerüli, inkább azok az emberek gyűlnek itt össze, akik hirtelen fel akarják fedezni, hogy, hogy van egy olyan időpillanat 20 év, 30 év távlatából, amikor az iráni háború, vagy a kuvaiti háború, vagy egyáltalán ugye a Saddam Hussein éra után végre a korlátozásokkal, vagy nehézségekkel is, de beutazható és, és kellemes élmény. Mennyire hat ö, Irakban például most a közel-keleti konfliktus, ugye, tehát, hogy itt ö, Irán szomszédsága ö, mennyire, mennyire érz, érzitek, vagy érződik ott a, a mindennapokban, hogy... Ö, amikor ott volt, február végén, március elején voltunk, akkor akkor, akkor nem, nem. nem, tehát, hogy ö, kevésbé volt, mint mondjuk Libanonban lett volna, most jelen pillanatban igen, igen, Libanonban igen, igen, lennék, oda nem lehet menni, és nem most jelen pillanatban. Ö, tehát ezeket mindig meg kell nézni, helyeket pontosan, tehát ez ugyanolyan, hogy. Na és akkor az iraki gasztronómia? Mert hát a... ha már kaja, akkor kaja, tehát. Hát ez zseniális. Tehát ugye ez egy olyan út volt, ahol a vendéglátók mindent reggeli ebéd, vacsora, tehát hogy útközben is e, é, éttermek, e, ugye ez az igazi keleti igen, igen, igen. keleti vendéglátás, tehát hogy a a bárányok, saláták, humusztálak, saláták, tigrisben fogott hal. És szépen végigették. Szépen végigettük, így van, így van. Padlizsán, sült padlizsánok. De, de azért hát... iszlám államról beszélünk alapvetően, tehát az alkohol például azért itt nem feltétlen hozzáférhető. Nem fett. igen, tehát nem, ugye? változatos, mert ugye a kurdoknál igen, tehát ott, Aha. ott hát, lehet, ők szunita muszlimok, de lazábbak egy kicsit aha, ilyen aha. szempontból, a, a, a sítáknál kevésbé, tehát ott, ott nem. Sőt, például most bocsánat, csak hogy például a, a, a vallással kapcsolatban mondjuk a nő költözködése az mennyire szigorú? Ö, mint a muzumán országok között is van különbség, igen, igen, hogy valahol kérdezem, teljesen pátyolozva. Itt, itt nem követelnek olyan szigorút. A mecsetekben természetesen az, az európai hölgyeknek is fel kellett ölteni uh, az abaját, de egyébként, uh, egyébként uh, egy, egy normál konzervatív öltözködés. A vallási helyszínek egyébként mennyire látogathatók? Vannak olyan helyek, ahová nem mehettetek? Uh, igazából ez nekem az volt a meglepő pont, hogy nagyon sok 21 néhány muszlim ország után, ahol valahol egy sima mecsetben sem engednek be, még férfiként sem, itt, itt a legszentebb síta, uh, szent helyekre, mecsetekbe is, mehettünk, és, és, kedvesek voltak, és, 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 nekem az egyik leg ilyen hátborzongató, de jó értelemben vett ilyen nagyon kellemes élmény volt, hogy, hogy több ezer ember muzulmán sít az arándokkal, megyünk ezekre a helyekre, és voltunk 12-en ott európaiak, és, és kedvesek voltak. Nem néztek ránk túl vendégként, sem meg ellens, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Tehát az, ig az, igazi szó, igazi felfedező értelmében lehetett még itt utazni. Na, jó. Na és akkor arról még egy, egy mondat tényleg, mert elszaladt az időnk, hogy hova mész most legközelebb? Hogy csak azért, hogy irigykedjünk egy kicsit, semmi más oka nincs a kérdésnek. Megyek kék túrázni, tehát az emplénbe, de utána egy két héten belül megyek az usa három hét nemzeti parkok vagy nyugati kalandozások lesznek most. Jó, köszönjük jó szépen. Túrázni <laughs> mindenképp viddel, ugye? Természetesen, azt hittem, hogy az legalább Amerikába vigyenek. Jó, de mindenképpen majd várunk akkor is, hogy beszámolj nekünk arról, hogy ott milyen élmények voltak, mert azért egy texasi feeling azért pókerezni, ne felejtsen, ha már ott vagy, jó, ha már, ha már itt tartunk. Mrs. Betsy, azaz Barnabella, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Sok-sok kalandot és szép utazást kívánunk neked, és várunk vissza mindenképpen, hogy beszámolj majd. Nagyon nálunk. köszönöm, és jó, Poét, köszönjük, hogy itt voltál. Köszi szépen.